Hát hello mindenkinek! Mára egy Kim Kardashian sminket hoztam nektek. Igyekeztem úgy kinézni. Úgyhogy, ha szeretnétek megnézni, hogy hogy készítettem a mai sminket, akkor pedig tartsatok velem. Akkor kezdjük is. Ugye legelsőnek primert viszek fel, tehát szemhéjbázist a szemhéjamra. Ugye ezt az oldalt már elkészítettem. Következőnek pedig a Naked palettából, szintén Urban Decay, fogom használni a Buck nevű sötét barna színt, és ezt pedig ezzel a feldercsettel fogom, jaj, pont nem látjátok, és ezt pedig ezzel a feldercsettel viszem fel. Tehát itt a mélyítővonalon viszem fel. Ugye oda teszem először a terméket, ahová a legtöbbet szeretnék, és a legsötétebbet, és onnantól már csak viszem befelé a színt. Viszem befelé a színt egészen idáig. És itt egy kicsit körözök. És akkor következőnek pedig ezt a hegyes ecsetemet használom, és egy sötétebb barna színt, méghozzá 120 színes palettáról fogom használni ezt a színt. És itt már elkezdem készíteni, hogy ugye hol lesz majd az első húzás. És utána pedig a tetejét összekötöm, ugye a mélyítő vonallal, és ezt a sötét barnát már csak a mélyítő vonalra fogom vinni, meg ugye egy keveset majd ide. De leginkább mélyítő vonalra viszem fel ezt a színt. Már azért egy sötétebb barna szín. Valamint így legalább már elkészítettem, hogy hol lesz, ugye. A sminkben a húzás, hogy kihagyjam itt azt a részt. Jó, tehát valahogy ott fog elhelyezkedni, és akkor most pedig szépen satírozni fogok. Ezzel a nagyon pufi ecsettel. És most már csak ugye a színek egymásba dolgozása, elegyenlítése, ugye a szép smokey eye effekt létrehozása. Következőnek pedig megfogom ezt a fehér szemceruzát, és egy nagyon kicsit használom itt a szemöldökömnél. Majd pedig fogom ezt az ecsetet, és szépen eldolgozom. Hogy világosabb legyen ugye a szemöldök csontom. És ezek után egy szemhéjfesték ecsetet fogok meg. Valamint a Bare palettámat a Sigmától, és itt a legelső szemhéjfestéket használom, ezt a szép, hát egy kicsit arany színű, és ezt viszem fel. Miután ezzel is meg vagyunk, akkor pedig a puffy ecsettel szintén satírozok. Ekkor már ugye összesatírozom a szemöldök csontra felvitt szint a satírozással. Következő színünk szintén a Naked palettáról lesz, méghozzá ez a csodálatos aranyszín lesz, a Half Baked. Amit a szintetikus Urban Decay ecsetemmel viszek fel a szemhéjra. És ezt pedig ide viszem fel. Tehát innen kezdem, és innen hozom be.
Jó, nem viszem ennél tovább, mert ott pedig ugyanezt a színt fogom alkalmazni, amit ugye a szemöldök csonton. Ami szintén arany, de nem olyan erős. Valamint az arany szint még ide viszem fel a szemzug részbe. De csak idáig viszem. Következőnek pedig ezt a hegyes ecsetemet fogom meg, amin, mint látjátok, már az előző satírozásból maradt egy kis fekete, és nem is teszek rá újból, és csak éppen, hogy itt megsötétítem itt ezt a részt. Csak éppen, hogy megsötétítem vele ezt a részt. Valamint a másik oldalával el is satírozom. Most ezt a nagyon vékony ecsetemet fogom használni, valamint fekete szemfestéket a 120 színes palettáról. És már elkezdem elkészíteni, hogy hol lesz ugye a szemkihúzásom. Következőnek a zselés szemhétust fogom használni, ugye a szemkihúzó ecsettel. Azért húzom ennyire ki, mert hát ugye neki is ennyire ki van húzva. Jó, és akkor most pedig az alsót húzom meg, amit ugye innen indítok. És ugye követi a felső vonalát. De ez már nem lesz ugye olyan hosszú, sőt, ezzel még nyújtok egy kicsit. Úgyhogy egy kicsit azért meghúzom itt a szemem, hogy szebben sikerüljön. És akkor csak ideig behozom még ezt a húzást. Most pedig megfogom ugye ezt a fehér szemceruzát, és itt a kettő között behúzok
vele. Mert én ott ugye azt akarom, hogy világos legyen. Következőnek visszajövök megint ezzel a hegyes ecsettel, valamint a sötétbarnával, de most ezt a csokisabb barnát fogom használni, mert ez nagyon jól fog kinézni, és elkezdem satírozni ugye bele a fekete húzást, és egészen kijövök odáig bele. Következőnek pedig szempilláspirált fogok használni, már feltettem ugye a szempillákat. És ugye a saját szempillámat dolgozom össze a műszempillával. Jó pirosítónak pedig a Victoria's Secret palettámból választom ezt a pirosítót. És ugye a Sigma pirosító ecsetével viszem fel. Én ehhez különben egy nude rúzst használnék, tehát ilyen nagyon halvány barna rúzst. De mivel Kim Kardashian pirosat használ, ezért én is azt fogok. Úgyhogy a Victoria's Secret palettámból fogok kinézni egyet, ami ez a piros lesz itt alul. És íme a mai smink eredményünk. Hát remélem, hogy tetszett a mai smink is, bár én nem ezt a rúzst használnám ehhez a sminkhez, hanem inkább egy finomabb rúzst. Tehát ilyen nude színű rúzst használnék, de hát ugye a Kim Kardashian által készített sminknek ugye olyannak kell lenni, mint az övé, vagy legalábbis igyekeztem. De mivel Kim is piros rúzst használt, ezért én is úgy döntöttem, hogy hát akkor ugye ha már ruha, haj, mindent megpróbáltam ugyanolyan stílusban összehozni, akkor már ugye a rúzst is az alapján választottam. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek a mai sminkem is. Hogyha szeretnétek, lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel a csatornámra is, és kövessetek Facebookon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!